Szóval elméletileg jobbnak kéne legyen a teljesítmény azonos feltételek mellett. Most az inventorim az... Szeretnék még obszidiánt, mielőtt hazamegyek. Szeretnénk még obszidiánt, szeretnénk még diát is egyébként. Melló diát, mindegy. Szóval szeretnénk még diát, meg jó lenne még obszi, jó lenne még szén. Ez mi ez? Ez block of iron, iron is kéne nagyon. Tudod, mit tudok csinálni? Aranyalmát, azt tudok csinálni. Szóval csinálunk aranyalmát. Yes. Úgyhogy az lenne a terv mára, hogy megcsináljuk, hogy megteljen az inventory, és akkor megtelt az inventory, akkor úsdi haza. Ez a mai feladat. És elméletileg van 50 FPS-re lokkolásunk, és 80 fokon teker a cuccmák. Oké. Ez még elviselhető. És nem látom, vagy nem akar kiesni a szemem se a 30 FPS-től, ami határozottan pozitív. Jó, zene-beszéd arány még mindig oké? Meg főleg a játék effekt. Mindjárt agyonütök egy disznót, várjál. Hallatszik? Szerencsét, hogy kicsi vagy. Jó a balansz. Zsír, nagyon örülök. Oké, ez akkor így marad, nem nyúlunk hozzá soha többet. Technikli nem nagyon kellett hús, de... Mert az van, de hogy akkor még négyet adjon ütünk, hogy legyen 8, ami kisül egy izéval, szénnel. És akkor... Opszi. És akkor jó lesz. Oké, ó, arany! Á, nagyon jó! Arany mindig jó! Ez jó, ez vascsáki. És akkor lesz... jó, akkor disznó. Gyere ide! Ez eddig 6. Ez eddig 8, és akkor ez kisül egy szénnel. Jó, amíg ez kisül egy szénnel, addig... tik, addig kifosztjuk a, itt a mindenfélét. Nice, egyszer. Nekem rakták ide. Smite, Fortune. Nagyon jó, Fortune-ös csáki, az nagyon jó, mert akkor megyünk szenet bányászni. Merültek fel kérdések. Kérlek, hát shoot me, és akkor... az majdnem fagyos lett. Vagy hát tüzes. Majdnem beleoldologtam a izéba, lávába. Azt a rohadt. Mik az első dolgok, amit szeretném megtalálni, kraftolni, gyűjteni? Oké. Okay. Nincsen... Egy valamit jó tudni. Nincsen kötelező sorrend. Ez a Minecraft elég szabad dolog, azt csinálsz technikailag, amit akarsz, olyan sorrendben, ahogy akarod. Ez szigorúan unoficiál, és az én berögzött listám. Azt nem mondom, hogy jó, nem jó. De hülye vagyok, bazd meg, agyonverhettem volna a Fire Aspect-es karddal, és akkor egyből hús. Tudod mit, akkor elkoptatom. Gyere ide, Röfi. Pillanat, mindjárt megválaszolom, csak addig vadászok, mint egy férfi. Érted, belerohant a vízbe, hogy ne süljön meg. Ez zseniális egyébként a Fire Aspect-es kartban. Ez egyébként egy olyan dolog, ami nagyon prioritást élvez nálam, amikor egy új mentésben vagyok. Ne fuss el, ne fuss el, ne! Dög. Meg jó, hogy az aranykard és pikpak elkopik. Volt még egy... Hol vannak a szüleid? Már a másik, mert agyonvertem kettőt. Te meg felnőttél? Te voltál a másik kicsi? Ha? Rossz neked. Az 32, tök jó, hát lesz kajám. Jó, egyelőre nincs annyi. Oké, na. Visszatérve. Tudod mit, ezt hagyom benn, hát hogyha... Bárki jön, akkor kap egy fire damage-et is mellé. Szóval most vagy megnősz, nem nősz, meg jó. Szóval nálam az első, hogy amikor elmegyek kalandozni, akkor én régen a hajólútokra voltam ráva, hogy ne kelljen lemenni bányászni gyorsan. Mert hajólútokban rengeteg dia volt.
összerakni az első diaszettet. Na most, mit tudom én, egy 18-as mentésben már szerintem meg lenne a diaszettem. Az első körben, az első kalandozós körben én arra megyek rá, hogy legyen smokerem, ellapom az összes faluból a Blast Furnace-t, ami ugye a fémek kiégetésére szolgál, legyen minél több nyers aranyom, ezért a ruined gate-eket megtámadom, ruined kapukat, nem gate, hanem mi az Isten az, nether, mit tudom én, portál, igen, szedek obsidiant, szedek egy csomó almát, azért, hogy aranyalmát tudjak belőle csinálni, mert az arany önmagában az endgame-ig, amíg nem akarsz netherit páncélt csinálni, addig teljesen haszontalan, csak aranyalmára jó, az aranyalma viszont rohadt jó, tehát az kell. Legyen egy stack vagy másfél stack kajád, legyen rohadt sok block of coal-od, azért, mert én olyan kereskedelmi rendszerre álltam rá, ami a szén alapú és vas alapú kereskedelemre fordul rá, mert tök jó, hogyha mezőgazdasággal kereskedsz, mert abból sok van és gyorsan, de nem olyan effektív. A vas és a szén az full effektív. Kőből nem kell sok, én az összes hajólútból, ha már ott vagyok, kiszedem a TNT-ket, mert az később szén alapú kereskedési formák. Igen, a TNT-ket kiszedem, hogy ha összetudnék szedni annyi TNT-t a kalandozások során, hogy ne kelljen creeper farmot csinálni a netherit robbantgatáshoz, nem valószínű, szóval valószínűleg kellni fog mindenképpen creeper farm, akkor az tök jó lenne, de legalább annyival is beljebb legyek. Szóval, ja, emerald, szintén emerald kell a kereskedelem első bebikázásához. Szóval az marha fontos. Ugye mivel én a spawn chunkon lakok mindig, mert úgy generálok, ezért nagyon fontos, hogy legyen iránytűm, hogy tudjam, hogy merre van a haza. Mi az, ami még kell? Szalmabála. Szalmabála nagyon fontos, hogy legalább egy stackem legyen, hogy a tehén lábmosót tudjam mivel üzemeltetni. A tehén lábmosó nagyon fontos, ugye egyrészt a bőr miatt, ami papírral vagy könyvvel fog minket ellátni, másrészt hús miatt, ami kajával fog minket ellátni. A legjobb dolog a tehén lábmosó. Azt viszont meg kell oldani, hogy legyen miből etetni. Tehát kell szalmabála. Bambusz, egy stacket szoktam mindig magammal vinni, hogy tudjak mi az Istent építeni. Hogy hívják azt a bigyót? Álvány, nem jut eszembe hirtelen, mindegy, álvány, pókháló kell hozzá, meg bambusz. Úgyhogy még amink most hiányzik, ami nagyon kell, ami nélkül nem mennék haza, pókháló, legalább egy steknyi pókháló, hogy tudjak csinálni azt a dolgot. Egy vödör víz, hogyha valahonnan magasról kell lemenni, értelemszerű, kb. Ennyi. Ezek a fontos dolgok. Nekem, számomra, az én listámban, de egyébként mondom, tényleg mindenki az gyűjt, amit akar. Spawnchunk bal felső koordinát, nem a spawn... micsoda? A spawnchunk a bal felső koordináták nem a spawn koordinátákra mutatnak? Ami itt a képernyő sarkán balra van fönt, nem az a éppen aktuális koordinátád? Vagy mire gondolsz? Nem mindig 0-0 a spawn, nem. Abszolút nem. Jó, most nagyjából háttal vagyok a spawnnak, úgyhogy jó irányba megyek. Jó, a jég, akkor viszont használjuk ki a jeget. Yay! Yay! Elmebetegben a jégen így lehet csónakkal driftelni. Nagyon jó. Oké. Úgyhogy nagyjából ezek a fontos dolgok nekem, de hogy ez tényleg olyan, hogy nekem az a fontos, hogy minél előbb, minél több olyan nyersanyag birtokában legyek, amivel nyufi, amivel el tudja kezdeni gyorsan dolgozni. Vagy hát nem feltétlenül gyorsan, de dolgozni. Oké, nekem ez még mindig hangos. Jó.
De szinte tényleg bármilyen sorrendben, tehát hogy mondom, nem feltétlenül az a legjobb sorrend, amit én csinálok. Én ugye azért csinálom, mert hát, mit tudom én, szóval, annyira örülök, hogy nem lehet, ó, falu, nagyon jó, annyira örülök, hogy nem lehet a Minecraftban megnézni, hogy hány ezer órád van benne, mert valószínűleg összedőlne az életem, ha megtudnám, hogy hány ezer órán van a Minecraftban. Szerintem több, mint az összes többi játékban együttvéve. Mindegy is. Tök jó mutatnak ezek a Glassdoorok ebbe a izébe, a Resource Packba. Régen is tökre szerettem. Annyian kérdezték régen, hogy izé, hogy van ilyen ajtód, hogy volt egy, hogy van ilyen ajtód parancsom. És akkor abban leírtam a Vanilla Tweaks-nek a izéját, oldalát. Ó, Emerald, azt mindenképpen visszük. Ja, a kereskedelembe bikázásához kell csinálni egy lehet jönni parancsot mindenképpen. Dude, vinném a Blast Furnace-edet, kösz. Mert hogy a Blast Furnace-ek, el is vesztette a munkáját, vagy a Blast Furnace-ek azért is kellenek, nem csak a vasat kiégetni, hanem ezek a dúdok, amelyiknek Blast Furnace-ük van, meg a Grindstone-juk, azok foglalkoznak ilyen kereskedelemmel. És a Blast Furnace-t nagyon drága előállítani. A fiú, húzzál el innen, kösz, csukd rám az ajtót. A Blast Furnace-t nagyon nőzé előállítani, mert ahhoz kell Smooth Stone, ami kétszer sütött kő, meg... ég a művész! Ég a falu! Az értékeket kimentjük. Jó, ez egy templom. Az leéghet. Nem, mint hogyha bármi bajom lenne a templomokkal. Úgy általában. Tudod, mi kéne ide? A pap! Ja, ég a pap! Ég a pap! És bezárkózik a templomba! Pap uram! Ez a játék néha rohadt vicces. Minden rendben, dude! Akkor ott maradsz. Bocsánat, de engem nagyon szórakoztat, hogy a pap bennég a templomba. Húha! Húha! Nagy a baj! Hú, nagy a baj! De hogy eszébe nem jutnak ilyen, érted? Tehát, hogy én ott elégek. Jó van ez úgy. Remélem a kisgyereknek sikerült kifutnia. Jó, itt már voltam. Arra megyünk. Ne, akadj már fönn mindenen. Az még egy falu. Nagyszerű, hát ha ott is leégetünk egy templomot. Technikailag nem mi voltunk, szóval... Hát miért kellett láva mellé építeni a templomot, nem? Tehát, hogy így lehetett volna annyi eszük. Vagy ez egy olyan falu, ahol papokat áldoznak. Az very szimpatikus falu. De, másik irány, oké. Okay. Jöjjön. Hát jó, ezt megtarthatjátok. De hogy csávó, érted, leteszi az ágyat két kemence mellé. Tud élni. Teca. Nyuszi. Nyuszi. Oké. Okay. Nyuszi nem volt túl okos. Kemények a telek, igen. Igen, a havas bajomba. Na, velük nem kötekedünk, mert múltkor is volt gond. Ennyi a falu?
Nincsen semmi resource-otok, amit elvihetnék? Ott is egy templom. Nagyon jó. Remélem nem falnak van a bejárat, nem jó. Sehol semmi. Smithing table, azzal még nem tudom mit kezdeni. Templom, jó, nincs benne kisgyerek, akit ki kéne menteni. Oké. Okay. Akkor... Igen, igloo, jó. Igen. Azt vinnánk. Ne, nem. Rossz eszköz. Oké. Okay. Kajasütőde. Teszünk egy ilyet, ögyni. Igen. Azt a very metal. Mi az Isten ez a zene? Az egy kapu? Nem. Ezek mindig? Az mindig az, jó. Mondom, nehogy kiugorjon nekem megint valami idegen listára, de még mindig az. És amúgy sokkal jobban megy a tényleg a külső jávával. Jó, néha Alex úrnak igaza van. Egye fene, el kell ismerni, na. Ne! És tudjátok mi van, ismeritek a jelszót. Megint megy le a nap. Áj, merre folytassuk. Ilyenkor mindig rohadt nehéz. Megpróbálok... Engedd el, kösz. Mert van valami olyan kajánk, ami... Aha, no. Nem volt nekünk egy aranytömbünk, vagy csináltam már abból izét? Almát? Na, mindegy. Hát, ha van itt szén. Majd szénből még nagyon kevés van. Azért kell rohadt sok szén, mert a szénkereskedelem beindítása az a világ összes szenét igényli. A világ összes szenét. Múltkor hazamentem, nem tudom, 6 vagy 7 stack szénnel, kocka stack szénnel, és egy pillanat alatt benyelték. Figyelj, hadd menjen aztán. Egyébként én még nem is hallottam, tehát nekem viszonylag újak ezek a zenék. A YouTube Musicon van izé, a, hogy hívják a másik a csávót, a tarkovosat? Azt tudod, nem jut eszembe a neve, öcsém. Fortune a szén. Zsír. Veritas, azaz. Mert akkor lehet, hogy összemergelem ezzel a listával. Aha, Spotify-on van-e máshol. Mert hogyha van vagy lenne, akkor összemergelném ezzel a listával, és akkor lenne egy tetemes mennyiségű NCS zene. És az tök jó lenne. Bár elméletileg ugye beállítottuk, hogy a vodsávon ne legyen rajt, szóval technikailag hallgathatnék bármit. De jobb a békesség. Meg igazából lehet, hogy nem is szeretném feltétlenül a saját zenei ízlésemet expózolni. Az az igazság. Nem, mintha borzalmas zenei ízlésem lenne, mert nem. De hogy hallgatok olyat is, amire lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy mi szar. Nekem elég tág a zenei ízlésem. Főleg nagyon sok 80s meg 70s zene van rajta. Oh, fuck! De kár, hogy eltört az a csáki. Ja, GDPR, ez feltétlenül GDPR az a zene ízlés. Ja. Á, nem, azt csak tudod, vannak emberek, akik izé... ilyenen tudnak hisztizni. Nagyon szar, hogy tudsz ilyen szart hallgatni? Nem teljesen mindegy neked, hogy mit hallgatok, Dude. Ja, mondjuk, hogyha őnek is hallgatnia kell, oké, azt értem.
Szóval na, jobb a békesség. Tudod, mit nem szabad csinálni? Azt, amit most csinálok, magad alatt ásni. Abban nagyon hülye halálok szoktak előjönni. Hát jó. Aha, még van. Nem nagyon íz most a szombat délután, ahogy elnézem. De hát jól van. De és mi a terv Minecraft-tal? Amúgy Jeli. Hogy... Akarunk majd valami közöset, vagy hogy most te is inkább mi az Istent, tehát akkor nem építgetősre mennél rá, hanem inkább a survival dolgokra, vagy hogy gondoltad? Jó, akkor itt most kockázunk egyet. Ez még mindig obszidián. Szerintem leteszünk egy sütőt, azt összesütjük. Azt mondja, hogy te bemehetsz. Nem te, hanem te. Belemelegedés, ismerkedés. Mindenki készen áll, csapjuk. Jó. Mert arra gondoltam, átmeneti házacska. Aha. Mert arra gondoltam, hogy ugye akkor hardcore nem, hogy tényleg ne vesszen el annak a lényege, hogy együttjátszódás, hanem az maradhatna egy ilyen kihívás szint, hogy survival, de hard. Tehát gyakorlatilag olyan, mint egy hardcore, csak nem, amikor megdeg lesz a nehézségbe, az ugyanolyan nehézségbe akkor nem deg lesz meg, hanem újra spawnolsz, és akkor ez így lehet egy kompromisszum a hardcore-t szeretők között, meg a survive, meg a progresszt elveszteni nem akarók közt. Ja, vannak nehézségi szintek, ja, abszolút. Au. Hogy így mehet a hard, de survival-be. És akkor izében is Benny is méregetheti a egóját a hardhoz, hogy nem, ízűn nem. Egyébként ízűn tényleg nevetséges ez a játék. Hú, öcsém, sose jutunk ki a havas bajomból, ugye? Arra van a haza. Akkor arra van a nem haza. De tök jó ez a zene. Au. A kerekerdő telibe csiszolt közepén, öcsém, itt vagyunk. Megőrülsz. Aha. Az meg már olyan süpedős hó. Abban nem kéne beleesni, mert az nagyon nem fun. Kutyó! Nem viszünk most kutyót, mert nincsen csontunk. Na majd Alex a szerveren betenyészti a fél állatvilágot. Képesre. Nem, ezt akartam, köszönöm. Ez egy igló a semmi közepén? Az meg egy falu. Előbb oda megyünk. Yay! Öcsém, az aranykardot el fogom izélni. Süppedős hó, aha. Van olyan hó, hogy így belesüppedsz konkrétan. Ha, Kovács! Diát! Akarok diát! Legyen benne dia, legyen benne dia!
Nincs benne dia, rohadjál te meg akkor. Vajon? Hát nincs annyira rossz állapotban, hogy összerakjam, de mindegy, nem pazarljuk az inventory-t, összerakom. Oké, hát ezt most nem visszük el. Pedig jó lenne. Nem kell a nyúlhús. Neked nincs semmid, ugye? Nincs semmid. Neked sincsen semmid. Ja, van ez a süppedős hó, ha be... Hát, tehén. Ha nem haragszol. Tehát, hogy így... Jó, mindegy. Ha, emerald, jó, hogy nem hagyjuk itt. Mert hogyha így belemész a süppedős hóba, akkor, így bele süppedsz, és így kapod a fagy damage-et. Ja, és rohadt szar kijönni belőle, mert ha nincs nálad ásó, akkor rohadt nehéz kijönni belőle, mert hogy az ásó viszi egyedül rendesen. Úgyhogy azért van nálam az inventory slot így felosztva, hogy az első 4 slot az elengedhetetlen eszközök listája, és mindig ugyanabban a sorrendben, hogy tudjam a szám billentyűkkel rögtön váltani. Nem volt ilyen régen, így van a 18-as, 19-es update-tel jött be, ha jól emlékszem, ez úgy hívják, hogy Snow Year Snow konkrétan. Kitettek magukért. Igen, ez nem rég jött be. Nem nagyon szereti a közösség sem, mert... Hát, fasság. Oké, hogy csináljuk ezt jól? Legyen így. Hát igen, nem jó sehogy se az a baj, mert már kezd nagyon megtelni az inventory. Adja a Snow Air Snow? Ez egy templom, fel kéne gyújtani. Mármint, hogy... Amit eddig láttunk a játéktól, hogy ő úgy szereti. Az a baj ezzel a süppedős hóval. Jó napot! Az a baj ezzel a süppedős hóval, hogy lemerülsz, és konkrétan hülyére tudsz fagyni benne. Azt hiszem, hogyha bőrszerkóba vagy, akkor nem fagysz meg. Mintha valami ilyesmi lenne. Egyébként minden másba. És az mondjuk elég szar, amikor a vaspáncél rád fagy. Mit akarok? Ennyire megy le a nap, akkor én ma itt alszok. Csak nem kell elővenni az ágyat, mert van instant. Szia Balázs! Yes. És akkor merre van a... Arra van az előre. Jó. És amúgy nagyon sokszor csinálják úgy, vagy generálódik úgy a map, hogy ilyen Snow Year Snow alatt ilyen rohadt nagy gödrök vannak, meg lávák. Tehát, hogyha megfog egy ilyen süppedős hó, akkor könnyebb belecsúszhatsz egy bármi másba, ami rohadt kellemetlen. Ja, úgyhogy nem annyira jó. Ja, nagyobb inventorizat. Igen, tehát a közösség folyamatosan bombázza a programozókat, hogy nézd meg még egy város, falu, hogy mi lenne tök jó, és hogy két dolog van, ami nagyon kívánságlistán van. Az egyik a hátizsák. Azért örültem annó a bundle-nek, amikor elkezdték csinálni, hogy lesz majd ez a bundle dolog, de hát aztán nyilván nem lett. A hátizsák, meg egy ilyen autocrafter rendszer. Hogy így belerakod, amit bele kell, aztán lekraftolja a dolgokat magától, és akkor nem kell ott lenned, és nem kell felügyelned. Hát itt semmi nincs. Kisgyerek, ne rohangáljál, mert elesel. És ne menj a templom közelébe. Na, ott van a pap bácsi. Na. Ott nincsen semmi, jó? Oké.
Emeraldot visszük. Malacok. Shoot, malac. Egyszerű. Nem dobott semmi felesleget. Jó, remek. Akkor... Na, paci, menj innen, kösz. Ez... mi ez tulajdonképpen? Ja, ez ilyen, aha, oké. Azt hittem, ez is kovács, de nem. Örülnék pedig, ha lenne az Blast Furnace, azt vittük, köszönjük. Az meg kajasütő, nagyon jó. Ez meg egy mocskos disznó. Nice. Most már eltörhetne ez a vaskart, hogy őszinte legyek, el is tört remek. És akkor annyival több inventorink van. Jó, jó felé megyünk még, jó? Soha nem jutunk ki bakker a havasbajomból, de tényleg, tehát hogy így, nem is emlékszem már milyen, amikor zöld van, tehát hogy így... Azt a debe durvult az izé zene. Ez hazának is majd vicces lesz. Ezt a területet átszelni. Na jó. Jó, a kíváncsiság kedvéért. Csak a kíváncsiság kedvéért. Hogy most a külső jávával elbírja-e a 16 csánkot. Teljesítményileg és C ügyileg. Mik azok a blokkok, a itemek, amik meg sem érdemlik, hogy egyet felvegyek? Amit mondjuk mások értékesnek tekintik. Ezt fogalmazd át, kérlek, mert ezt nem biztos, hogy értem. Azt értem, hogy mi az, amit nem veszek föl. De hogy mi az, amit hogy nem veszek föl, és más értékesnek tekintheti? Nem biztos, hogy ezt össze tudom rakni fejben. Elsősorban azért nem tudok mások fejével gondolkodni. Mr. Outpost. Vagyok már annyira tápos, hogy nekik menjek? Jó lenne egy így. Ez, hogyha ki tudnám engedni a gólemjüket. Hát amit nem viszek haza, az bármilyen kőtípus. Az teljesen biztos. Nyufi. Nem tudom, amit nem viszek haza. Csak pedig veszek föl... Nem veszek fel diát, mert minden... Micsoda? Ja, hogy... Úgy érted, hogy... Igen, ezzel az a baj, hogy... Ugye nekem van egy kidolgozott rendszerem, meg Alexnak nagyjából az én rendszerem van, mert amit tud tőlem tanulta nagyjából, hogy nem feltétlenül tudok mások fejével gondolkodni. De hogy ilyen különböző kőtípusokat, hogy egy jaj, ebből tök jó lenne építeni, ebből a kőből viszek, nem viszek, az Istennek vigyek követ, mikor fontos, hogy az inventorim, te jó atya úristen, csak az legyen az inventorimba, amit... Micsoda banda gyülekszik ott. Ez itt jó. Jó, jausza, itt szakadt ez a világ. Igen, ott a gólemjük. Meg kéne nézni csak, hogy mi van a izéjukba.
ládájukba. Legyen nagy tököm, menjek be. Ki kéne engedni a gólemet, az az igazság. Az egy eláj? Aha, az egy eláj, ott a góré. Föl kéne jutni a tetejébe. Ami megoldható akár. Ez a baj, a gólem nélkül lelőnek a francba, mint kutyát. Hát, hogy megpróbálok elsznikelni, hogy ne lássanak meg. Hát, ha nem spónol ide addig egy. Gyere, dúd! Gyere, dúd, szabad vagy! Gyere már! Észrevett? Úgy-úgy, rá is izgult. Nagyon jó. Ha-ha, ez baj! Ez nem jó! Úgy-úgy. Nagyon jó. A kicsikkel meg elbír. Nagyon jó. Futás! Hát ezért nem érte meg. XP poti. Nyilak. XP poti. Goat horn. Az valamire jó, csak nem tudom mire. Most én sem vagyok teljesen tisztában feltétlenül az új update-ekkel. Innen, ha leesek, vajon meghalok? Na mindegy, akkor lerohanok. Nem volt nagyon jó út benne, nem jövök be nagyon az útposztokba, pont ezért, mert nagyon szarul útok vannak benne mostanában. Csőd út, mellette itt biztonságban érzem magam, szóval XP poti. És XP poti. És mire jó, hogyha megfújom a... Láthatóan semmire. Hát tessék itt egy kürt, további jó szórakozást. Merre megyünk? Nem erre. Arra. Ha! No! Dude! Cik-cak! Hagyj el! Cik-cak! Várj, te nem vagy izés, ugye? Te nem vagy, jó, akkor na gyere lőj! Remek, ügyes vagy, fáj! Micsoda? Van egy fasz a encsis horgászbot, nem éri már meg horgászbotot lootolni sehonnan, tehát hogy ez például tökre nem. Nem, azért nem állunk le horgászni, mert nem ad semmi jó lootot már a horgászat. Tönkretették a horgászatot. Tehát régen volt ilyen, hogy a világot ki lehetett szedni egy szem horgászbottal. Nem, tönkretették sajnos a horgászatot. Ma már semmi értelme. Úgyhogy ja, ilyeneket nem. Hát nézd, ami fontos, azt nagyjából itt látod, ha gondolod, screenshotold le. Tehát ezeket mindig gyűjtjük. Fémek, szén, kaja, pénzeszköz, alma az aranyalmához, bambusz a scaffolding, eszembe jutott scaffoldinghoz. Ja. Főleg neked, mert ha építeni akarsz, akkor neked kell scaffolding. Ja. Ha te házikót akarsz építeni, meg ilyen menő dolgokat, bármit, akkor neked kell scaffolding. A scaffolding megadja a mozgás lehetőségét, a kreatív játékmód mozgás lehetőségét survivalbe, vagy hardcoreba.
Scaffolding egy jó dolog. De hogy mekkora már még ez a havas bajom? De dude, izé kéne, hajólút. Maci, nem akarok bajt. Ha nincsen gyereked, akkor nem támadsz rám, ugye? Jó, oké. Nézd, még egy falu. Legalább faluk vannak. Dört a régi idő káványa. Igen, de hogy a dörttel nem tudsz úgy mozogni, mint a scaffoldinggal. Scaffoldingban az a jó, hogy tényleg tudsz bárhogy mozogni vele. Tehát tényleg megadja a kreatívban lévő mozgás szabadságot. Nonetheless. Jó. Templom. Templomból kimentjük a gyerekeket. Ha vannak. Milyen menő piros ágy. Hallod, dud? Én elviszem a piros ágyadat. Tessék, itt egy fehér ágy. Kovács! Legyen benne dia, legyen benne dia, legyen benne dia, legyen benne dia. Riker kap egy új sisakot. Dude, ez meg áll és nézi az ajtót. Nem okos. Mennyi Blast Furnace-ünk van? 6. Az már decent. Az már viszonylag gyorsan lehet izé sütni az érceket. Hát dude, nektek nincsen semmi jótok, de tényleg. Ó, hogy körbe kell járni az egész rohadt... Hol a bejárat? Mi ez a tömeg? Mi ez a... Öcsém. Nem is akarom tudni, hogy mi ez a tömeg. Helhág! Jó, hát akkor megyünk tovább arra, I guess. Csak előbb eszünk. Jóhó! Öcsém, tényleg vége lehetne már, talán. Tegye fel a kezét, aki lát hajót. Most szkennelünk durván. Azt alá, ha jó? Nem biztos. Lehet, hogy izé. Hello, Benny. Nem az ilyen trident dobálós csávónak a alvóhelye. Az viszont lehet, hogy ha jó? Nyugodtan gyilkolászhoz betegeket? What? Micsoda? Ja. Jó, zsír. Oké, ezt jó tudni. Öcsém, elvesztettem a hajót. Na már. Mindegy, megyünk még egy kicsit. Ez mintha hajó lenne. Ide az összeset. Bye. Megyek levegőért. Aztán megyek vissza.
Hát de hág, a targetet meg kell ölni. Az a lényege. Zavarodjak meg, ha látok bármit is. Jó, légbuborékba vagyok. Nem látok. De hogy konkrétan nem látok. De most azért nem látok, azért hát. Azért nem látok, mert vak vagyok. Ez ennyire egyszerű. Jó. Menni kell északnak. Nem, délnek. Délnek és délnyugatnak. Igen, a non-letal halál az nekem is felkeltette a kíváncsiságomat. A non-letal halál az pontosan hogy is, meg merre is. Nem jó. Eljutottam az ikrekig, igen, és fejbe lőttem mind a kettőt nyíllal. Szia, Reni! Pár őrt kellett non-litál módszerrel litálolnom. Szia, Budokain, hello! Mert hogy voltak gondok. Pedig olyan jól ment, én nagyon élveztem, hogyha csinálunk még majd ilyen style challenge-et. 9, 15, 2, 4, 5, nem erre, 9, 8, 9. Hoho, lol, kérem mindet. Jó, többi maradhat, báj. Nem halok meg, kösz. Jó, ez nem kell, ez nem kell, ez kell. Kardokat összecsapom. Bár igazából nincsen nagyon sérülve, de hogy inventory... Jó, water breathing, nagyon jó, oké. Okay. Go. És jó felé megyünk, szóltak jó. Az nem hulla, az halak, jó. Szó. Hogyha lezsírozom a bandát, akkor ők elintézik nekem. Egyébként azt se értettem, hogy a whisky főzőnél lévő csávónak megcsináltam a küldijét, tök frankó volt, jó fej volt, odaadott valami pótkulcsot valamihez, már nem emlékszem, hogy mihez, aztán meg rám támadt, minden indok nélkül. Tehát, hogy így, most ez bug volt, vagy mi történt, nem tudom. Fura volt. Pedig még mondta is, hogy látod, milyen jó fej vagyok, én állom a szavamat, itt van a kulcs, és akkor... Ja, egy másik helyhez, ahonnan a tetőről át lehetett volna menni a cat house-ba. Ja, bug volt. Jó, oké, okay, zsír. Hát, jó tudni. Végül is. Igazából nem is akarok low chaos endinget, mert hát az amúgy is muzis. Kinek kell a low chaos? Már nem is lesz. Oké, okay, remek. Akkor megint már maximum ugyanazt tudom kihozni ezt a közepesen szar befejezést, ami eddig is volt.
Nem baj. Nem baj, egyébként úgy is egészen jó ez, tehát ez a játék mindenhogy jó. Vagy nem ez, hanem a, vagy ez is, hát a Dishonored-ről ugye beszélünk. És amúgy nagyon várom, lehet, hogy az a baj, hogy ilyen feltételes módba tudok csak nyilatkozni, hogyha a hétfőm nem lenne nagyon rossz, akkor folytatnám hétfőn a szegény Atis helyett, hogy tudjon túlórázni, amit nagyon szarú hangzik. De hogy nem tudom, hogy milyen lesz a hétfőm. Na, ha nagyon, nagyon leszív engem is a hétfő, akkor így fák. Bár tudjátok mit, lehet, hogy folytatom hétfőn, ha esetleg még más nem vette át, még majd megnézem a menetrendet. Mert amúgy rohadtul élveztem ezt a challenge dolgot, hogy stealthy-be nyomjuk. Hova tűnt a hajó? Hova tűnt a hajó? Itt volt egy hajó. Hajó? Oké. Okay. Várj. Túlmentem rajta. Lehet, hogy be kell kapjam ezt a Water Breathing Potion-t. Az osztjuk. Kinyílnék, kösz. Menj be. Menj már be. Menj már be. Smithing template. Ja, nem ez a vége, az a vége, ami viszont hiányzik, szóval akkor végeztünk. Ja. Ja, lehet, hogy hétfőn akkor, jó, mindegy, csak nem lesz olyan borzasztó a hétfő. Híres utolsó szavak. Merre megyünk? Mi ez? Északra megyünk, ez teljesen biztos. Észak-keletre. Ja, átírod, Geli, fölhúzod a hétfőre a Dishonored-ot? BG3-ba hogy megy az új karival? Kicsit most szüneteltetem a BG3-at. Mert... Nem mondom, hogy nem szép, mert azért az erős túlzás lenne. De... még egy hajó. Muszáj vagyok DLSS-t használni, mert nyilván muszáj vagyok DLSS-t használni, és így is visít szegény gép. Szóval egy kicsit most pihentetem a BG3-at, de egyébként Warlockot indítottam most, egy Warlock csávót, és hogy hát zseniális, tehát hogy így egyszerűen zseniális. Tök jó volt a Paladin is, de hogy a Repelling Blast meg Agonizing Blast-tal az Eldritch Blast az zseniális. Az zseniális. Tehát hogy nincs rá jobb szavam, hogy zseniális. Na, hol vagyunk? 7, 8, 9, 8, 9. Viszünk egy csere izét, Water Breathing Potion-t. Micsoda? Kell két naponi. Hát vagy Benni, hogyha gondolod, akkor vidd a hétfő Tonival, én kedden rá dizanőrdözök, és akkor szerdán oniszhatsz megint, nem tudom, csak mondok, csak így valamit mondtam. Mert hogy ugye azt mondtad, hogy kettő ne legyen egymás után.
Volt itt még egy hajó. De hogyha nem kell senkinek, akkor... Vagy mindenkinek nagyon borzasztó... Hétfőn jól lenne bemenned. Jó. Jó, akkor... Pff, elviszem én a hétfőt. Mi? Ez a map már nem kell, haló. Hol a pajzsom? Betettem a hajóládába a pajzsot. Hú, bassz meg. Zoli nem okos. Itt volt egy másik hajó. Öcsém, imádom, amikor itt diszponolnak a hajók, vagy felszívódnak, vagy nem tudom. Annál voltam, az teljesen biztos. Jó, mindegy, nem kergetünk hajókat, merre kell eltávolodni arra. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy nem tudom még, hogy milyen lesz a hétfőn, valószínűleg elég szívás. De a hétfőn mindig az. De szerintem a hétfőt el tudom vinni. Amami kosz a monitoromon. Asdavrögt, köszönöm szépen a követést. Csodálatos a neved, imádom. Remélem nem vagy bot. Ez valószínűleg ugyanaz a map lesz. De meglátjuk. Nem vagy bot? Nagyon jó. Akkor viszont Isten hozott nálunk. Illetve a Twitch. Mert gondolom a Twitch ajánlott, mert mostanában tök jól ajánlott minket. És hogy szólíthatlak? Mert az asdörgt az eléggé, hogy mondjam, nyelvtörő. Merre megyünk? Dél. Kelet? Most már inkább kelet, mint dél. Jó lesz ez szerintem, már csak figyelj, már csak egyébként obszidián kell, ami így nagyon kell. És meg dia, de hát a diát azt csak találunk ládákba lassan. És akkor lassan elindulhatunk hazafelé. Amúgy, ha elindulunk hazafelé és lepakolunk, akkor rögtön elindulunk egy másik irányba kalandozni, szóval... Mondtam az első 10 óra minimum kalandozás, ami azt jelenti, hogy el szokta egyébként úgy szoktam csinálni, hogy amikor elindulok, akkor elindulok először teljesen mindegy melyik irányba, elindulok először éjszakra, megpakolom az inventorit haza, aztán délre, megpakolom az inventorit, aztán haza, kelet inventori, haza, nyugat inventori, haza. Általában ez szokott lenni a menetrend. Kilútolom mind a 4 égtájat, és akkor már biztosan van annyi erőforrásom, hogy neki tudjak állni bármit csinálni. Jó, 9-9. Szerintem tök jó helyen állok. Egyszerű. Jó, a többi nem kell. Oké. Okay. Azt mondja, hogy nem kell ezt tessem.
illetve a potit azt eltörjük, az remek, ezt most már kockázhatjuk, az is remek, azt is kockázhatjuk. Jó, akkor kicsit inventory managementelünk, mielőtt lefekszünk aludni a